Szeptember első két napja kosárlabdáról szólt a pécsi Szamosi Nándor sportcsarnokban, ugyanis a hagyományoknak megfelelően idén is megrendezték a PVSK Matró kupát. A résztvevő csapatok névsorát elnézve garantált volt, hogy izgalmas két nap vár a kosárlabda pécsi szerelmeseire, hiszen a Juhász Olivér vezette együttes mellett Pécsre érkezett a Szeged és a Vasas, valamint a horvát Eszék gárdája is. A lebonyolítás a szokásos módon zajlott. A PVSK Veolia az elődöntőben az Eszék csapatát fogadta, a másik ágon pedig a Szeged a Vasassal csapott össze a döntőbe jutásért. Juhász Olivér tanítványai nem kezdtek jól, de így is izgalmas, szoros mérkőzést láthattak a nézők. A rendes játékidő végére a vendégeknek sikerült kiegyenlíteniük, ez pedig azt jelentette, hogy plusz 5 perc várt a csapatokra. A hosszabbítás azonban inkább az eszékiekről szólt, így végül 80-86 arányban elveszítette a találkozót a PVSK. Másnap a bronzmérkőzésen a Vasas Akadémia gárdája ellen léptek pályára a házigazdák. Habár az első etapot simán nyerték Bíró Olivérék, a második 10 percben szinte semmi sem jött össze, így át is vették a vezetést a vendégek, amit már nem sikerült ledolgozniuk a pécsieknek. Végül ezt a mérkőzést is 6 ponttal veszítették el Juhász Olivér tanítványai. A kupát így a negyedik helyen zárta a PVSK Veolia. Harmadik helyen a Vasas Akadémia, második helyen az Eszék, az első helyen pedig a Szeged csapata végzett. Ebben a két napban játszottunk 2 darab mérkőzést. Az első mérkőzésen az Eszék ellen a támadásunk nem volt annyira rossz, a védekezésünk az most kezd összeállni, csinálunk egy csomó fegyelmezetlenséget, meg vannak beidegződések, amiket megcsinálunk, és ebből kosarakat kapunk. A mai mérkőzés az meg szerintem az első negyedben talán valamit elhittünk, ami nem volt igaz, és akkor utána a másik negyedben lényegében elbuktuk a meccset, mert a második fél időben voltak jelek, de hát akkor is olyan amatőr hibákat védettünk, ami ezzel szintén nyilván nem lehet.